Az Átányi Református templomban megtartott istentisztelettel kezdődött az avató ünnepség, majd a megjelentek a falu emlékpartjában megépített országzászlóhoz vonultak. Dr. Pajtó Gábor kormány megbízott beszédében hangsúlyozta, a zászló az összetartozás szimbóluma, kifejezi valamely közösséghez való tartozást, erőt és hitet ad. A zászló, így az országzászló az összetartozás szimbóluma. Kifejezi valamely közösséghez való tartozást, erőt és hitet ad, ha úgy tetszik, eligazodási pont. A nemzeti lobogó az elődök üzenetét hordozza. Piros, fehér, zöld. Erő, hűség, remény. Ezeket a fogalmakat Átány történelmében is értelmezhetjük. Erős református cölöpök, gazdag kulturális háttér és cselekvő helyi közösség. Az átányi közösség jelmondata kifejezi, mint egy a lelkületüket is, melyet egy nemzetközi jelentőségű néprajzi kutatás folytán szerte Európában is megismertek. Így hangzik. A szerszáma gazdaságban éppen olyan nélkülözhetetlen, mint az emberben a szív. És valóban, az általniak nem ismernek lehetetlent. Amire vállalkoznak, azt legjobb tudással, szívvel és lélekkel valósítják meg. A kis település, bár napjaink vidéki térségeinek kihívásaival küzd, él és élni akar. A majd 700 éve ismert írásos említésű településről Borowski Samu, egykori európai hírű tudósunk, akadémikus társaival Magyarország monográfiájáról írt munkájában 1909-ben jelent meg, így írt Átányról. 2933 lélek lakja. Van a községben kaszinó és önkéntes tűzoltó egylet. Ma nincs ugyan kaszinó, de van gazdakör, és van hagyományőrző egyesület, s van cselekvő szándék. Biztos vagyok abban, hogy a polgári kormányzat minden segítséget, lehetőséget megteremt azon vidéki közösségek számára, akik nem csak túlélni, hanem munkára, cselekvő helyi közösségekre alapozva következetesen fejlődni szeretnének. Tisztelt ünneplő közösség! Erő, hűség, remény. Átány számára nem ismeretlen fogalom a hűség, hiszen ellenállt a töröknek, miközben a közösség hű maradt önmagához, és megőrizte református elkötelezettségét még azokban az időkben is, amikor körülötte az összes falut felégette a török. A település lakosai a nehéz időkben is megőrizték méltóságukat és hűségüket közösségükhöz. Legendás az átányiak leleményessége, humora. A történelem során többször segítette ki őket a leleményesség, s ha kellett, az asszonyaik bátorsága, áldozatvállalása. Erő, hűség, remény. Azt a közösséget, ahol ilyen patrióta lelkület uralkodik, egészen biztosan áthatja a reménység és a fennmaradás hite. Átány hisz önmagában, képviselőtestülete, polgármestere, a helyiekkel együtt elkötelezettek a településen élők sorsa iránt. Dr. Juhász Attila Simon, a Heves megyei közgyűlés elnöke kifejtette, az országzászló mozgalom létrehozója a trianoni fájdalom volt. A magyar zászló szimbóluma érzékelhető kifejezője a magyar állam eszméjének. Zászlónk sorsa azonos a magyar állam sorsával, a megszállás alatt lévő végekről száműzték, sőt, bűnjelként kezelték a magyar zászlót is. A magyar zászlóban tehát érzékelhető módon jelképezve látjuk és tiszteljük a magyar impériumot. Az országzászló még ennél is többet jelent. Ez nem csak szimbóluma a magyar állam eszmének, hanem az új harcos eszköze és jelképe annak az elszánt, tántoríthatatlan küzdelemnek, melynek célja az, hogy Szent István Birodalmának minden népe és minden talpalatnyi földje visszakerüljön
és újra egyesüljön az 1000 éves magyar impérium alatt. Eddig az idézet. Az országzászló mozgalom létrehozója a trianoni fájdalom volt. És azon felismerésen alapult, hogy ugyanazon nemzethez tartozók összetartozása megmarad akkor is, ha a közösségeket határok választják el egymástól. A nemzeti összetartozás kifejező eszköze így a Csonka Magyarország városaiban is egy olyan oszlop lett, amelyen félárbócra eresztett magyar zászlót helyeztek el. A mozgalom életrehívója Urmánci Nándor, az örmény származású erdélyi politikus, országgyűlési képviselő, a megalkuvás nélküli magyar volt, aki 1925-ben hirdette meg az országzászló mozgalmat. A két világháború között az egész Magyarországra kiterjedő mozgalom a budapesti szabadságtéren 1928. augusztus 20-án felállított ereki és országzászlóval indult útjára, és minden magára valamit adó település felállította a maga országzászlóját. Így aztán az eltelt alig másfél évtized alatt mintegy 1000 helyen avattak országzászlót, így fejezve ki a trianoni döntés elleni tiltakozást és a nemzeti gyászt. A második világháború után bekövetkezett szovjet térnyerés hatására megpecsételődött az ország és az országzászlók sorsa is. A legtöbbjüket 1949-ig lerombolták, a kis számú megmaradtnak 1956 vetett véget. Az országzászlók visszaállításának folyamat 1990-es évektől kezdve azonban újra felerősödött, és 1990 után több száz zászlót állítottak vissza úgy az anyaországban, mint Erdélyben. Az első országzászló felállítása, a mozgalom útjára indítása egy nagy sokk, egy nemzeti tragédia után következett be, és bár nem ez volt az első világháborút követő talpraállás legfontosabb momentuma, de mégis fogódzót adott a Csonka ország lakóinak. Ma, több mint 100 esztendővel Trianon után szintén fontos jelkép, de talán a fogódzó már nem helyes kifejezés, inkább a büszkeség lehet az új apropója annak, hogy országszertre helyreállítjuk a kommunisták által lerombolt monumentumokat. Ma büszke és egyre erősebb, sikeresebb nemzetként tekinthetünk a zászlónkra, nemzeti jelképünkre. Bár a hagyományok szerint félárbócon, de lelkünkben már az oszlop csúcsán hirdeti a zászló a hazaszeretetünket, együvé tartozásunkat. Trianon után egy halálra ítélt, kivéreztetett ország állt talpra úgy, hogy közben még a gazdasági világválság is sújtotta, de megpróbáltatásaink ezzel nem értek véget. Körben ellenséges új államok katonai álltak a határainkon, elragadott területeinken és elszakított nemzettestvéreink felett ülve tort, akinek egyetlen bűnük volt a magyarságuk. A második világháború, a kommunista diktatúra éveinek szenvedései nem tudják kiölni a hazaszeretetet, és nem tudták kiölni a hazaszeretetet, az együvé tartozás érzését, melyet a zászlónk jelképezett. Rendszert változtattunk, és végre szabadon élhetünk, építhetjük az országunkat, a polgári kormánynak köszönhetően állampolgársági törvénnyel közjogilag is egyesítve a magyarságunkat, és ahogy miniszterelnök úr fogalmazott, véget ért a 100 év magyar magány. Jakab István, az országgyűlés alelnöke beszédében azt hangsúlyozta, hogy a zászló testesíti meg a nemzetet. Egy nemzet erejét, egységét a zászló testesíti meg. Ma országzászlóavatásra érkeztünk. Azt kérte polgármester úr, hogy ezzel egyetemben azért ne feledkezzünk meg államalapító Szent István királyunk ünnepéről, és ne feledkezzünk el a Magyarok Kenyerek programjáról sem. A zászlóról többen szóltak, a zászló jelentőségéről. Talán annyit engedjenek meg nekem, hogy eleink a zászló alatt küzdöttek a hazáért, hogy mi itt ma ünnepelhessünk, szabadon, tisztán, tiszta gondolatokat megfogalmazva. Adták vérüket, életüket. 1000 év történelme során
hosszan lehetne sorolni, mint ahogy Dzsida Jenő a Psalmus Hungaricusban a nemzet gyötrelmeit. Mégis azt kell mondjam, hogy ez a zászló mindig hitet, erőt adott nekünk. És amikor a legnehezebb volt az egyes történelmi korszakokban, most az újkori történelmünk során is, azért kicsit mindig elszorult a torkunk, egy kicsit mindig könnybe lábadt a szemünk, amikor éreztük, hogy történelmi pillanatok részesei vagyunk. Így volt ez, amikor a rendszerváltás időszakában az akkori miniszterelnök, Antal József miniszterelnök úr elsőként mondta ki, ott voltam az első sorban, hogy én 15, lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke kívánok lenni. Igen, amikor Trianonban darabokra szaggatták hazánkat, amikor a nemzet kétharmada a megmaradt határokon kívülre rekedt, akkor az anyaország polgárai képesek voltak hitet, erőt adni egymásnak, képesek voltak talprálni, képesek voltak az ország határain, de a nemzet határain belül élő honfitársainknak erőt, reményt adni. Képesek voltak az ország gazdaságát rendbe tenni, képesek voltak nemzeti kultúránkat megőrizni, és képesek voltunk ismét Európa erős államává válni. Hosszú folyamat volt ez. Azt gondolom, hogy 101 esztendővel Trianon után nyugodtan elmondhatjuk, hogy ma is büszkén, emelt fővel állhatunk a zászló alá, emelt fővel állhatunk meg, és énekelhetjük el a himnuszt, amikor a zászló magasba emelkedik. Mert van hitünk, erőnk, kitartásunk. Még akkor is, amikor a világban őrült indulatok szabadulnak el. Még akkor is, amikor egyes nemzetek megtagadják történelmüket. Akkor is, amikor egyes nemzetek már egyszerűen az emberséget is megkérdőjelezik. Lassan létünket is. Mi akkor is őrizzük hagyományainkat. Mi akkor is őrizzük hagyományainkat, és számunkra akkor is szent a család. A szűk és a nemzet nagy családja is. Hiszem, hogy ez a nemzedék, amelynek tagjai vagyunk, képes volt, képes ma is, és képes lesz a jövőben is ellenállni az őrült, ordas eszméknek. Mert mindegy, hogy csomagolják be, az akkor is az. És intőjel, hogy a zászló alá bizony oda kell állnunk. A köszöntők után a himnusz dallamára felhúzták a lobogót, majd a jelenlévők elhelyezték a koszorúkat. Átány határon túli testvér településeinek a képviselőivel közösen feltültettek, melyre a földet az elszakított területekről hozták a külhoni magyarok. Jámbor Dénes polgármester megköszönte mindazoknak a munkáját, akik részt vettek az országzászló megépítésében. Az első világháborús emlékművet ide állították az őseink a két világháború között, és onnantól fogva ez így adta magát, hogy minden ilyen emlékhelynek itt van a helyen állunk a falu központjába. Ide került a II. Világháborús emlékmű is, az 56-as emlékmű is, a Vas Albert emlékmű is, és úgy gondoltuk, hogy kell egy olyan méltó hely a falu központba, ahol a nemzetünnepeinket meg tudjuk ünnepelni, és
úgy a Magyarok Kenyeré programhoz kapcsolódóan, augusztus 20-ához kapcsolódóan, mint hogy az ünnepi beszédben többen elmondták, úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan alkalom, ez a kezdeményezés a gazdakör részéről jött. A gazdakör tagjai között fogalmazódott meg, hogy jó lenne egy ilyen emlékhely, egy ilyen méltó hely a mi településünkön is, és innentől fogva mindenki mellé állt első szóra is, közös erővel, közös munkával megalkottuk, hogy ez itt díszítse a falunkat.